a példabeszédek könyvének a 11. fejezetéből szeretném felolvasni az Isten igéjét, a 20. verszaktól. Utálatosak az Úrnál az álnok szívűek, kedvesek pedig őnála, akik az ő útjukban tökéletesek. Tehát létezik olyan, hogy ha az Úrnak az útján járunk, akkor érettekké válunk, tökéletesekké válunk, egyre jobban az életünk elkezd hasonlítani ahhoz a tökéletességhez, érettséghez, aminek Isten kitalálta az életünket. Isten azt mondja, hogy kézreadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz, tehát hogy a bűnre mindig jön büntetés, a bűnt meg kell büntetni, és ennek olyan ereje lesz, hogy tehát az emberek nem fognak bűnöket elkövetni, vagy legalábbis vissza lesz tartva bennük ez a készség. Tehát, de Isten igéje azt mondja, hogy az biztos, hogy a bűn az meg lesz büntetve, és hát ez egy kicsit rettegéssel is eltölthet bennünket, hiszen ki az közülünk, aki azt tudja mondani, hogy tökéletesen tudtuk járni az utunkat, de viszont van egy jó hírem, hogy a büntetést Jézus Krisztus elhordozta helyettünk. Tehát mi helyettünk állt oda az Isten és mi közénk, és ő rá lett kiárasztva. Az igazaknak pedig a magva megszabadul. Látod, hogy megszabadul az igaznak a magva. Tehát az igazaknak a magva megszabadul. Tehát ez azt jelenti, hogy a büntetés, ugye azzal, amivel összhangban van az, hogy a bűnre büntetés jön, de nézd meg, mi történik az igazakkal, hogy az utódaidnál, tehát nálad megáll a büntetés, és a gyerekeidet, az utódaidat már nem fogja érni az a büntetés, ami a generációkat meg tudná, hát negatívan tudná sorsukat befolyásolni. És gondold azt el, hogy te lehetsz az az ember, aki megállítod a generációknak a büntetését az életedbe, és innentől kezdve a te leszármazottaidnál viszont már egy fordulat jöhet be, és nekik nem kell azt az életet élniük, amit te neked az ördög kötelező házi feladatnak adott ki, hogy azt az életet éljed. Ez egy óriási nagy lehetőség. Ez az kell, hogy igaznak kell lenni. Tehát a megigazulás ajándékával kell, hogy rendelkezzünk. A megigazulással pedig ingyen kegyelemhez jutsz hozzá. Tehát nem a saját cselekedeteidből jutsz hozzá a megigazuláshoz, hanem ezt ingyen és kegyelemből adja Isten, és így ebbe bízzál, ne a te cselekedeteidbe bízzál, hanem Istennek a kegyelmébe bízzál. Hogy még mindig emberek azzal küszködnek, hogy ószövetség szerint próbálják élni az életüket, össze van keveredve az Ószövetség az Új Szövetséggel, nem hiszi azt el, hogy a cselekedetek nélkül meg lehet igazulni. És továbbra is várja Istentől a büntetést, és ezért lesznek az emberek depressziósak, skizofrének, gyógykezelésre szorulnak, mert nem képesek az Új Szövetségnek az áldását megragadni, és az Új Szövetségnek az áldásaiból részesedni. Emberek, egy sokkal fontosabb dolog történt, sokkal nagyobb dolog történt, mint amit el tudunk képzelni. Nem, arról szól a történet, hogy nem a te cselekedeteid alapján ítél meg az Isten. Ez nem hamis evangélium. Ugyanis pont azt mondta, akivel beszéltem, mondott egy olyat, hogy de hát meg fog ítélni Isten a cselekedetekből. Mondom, igen, csak az van, hogy a Krisztus ítélő székkel, amikor állunk, akkor már nem arról fog szólni az ítélet, hogy üdvösségünk lesz-e, vagy nem. Tehát amikor a cselekedeteinket meg fogja vizsgálni Krisztus,
az már nem az fogja, nem az lesz a tétje, hogy kapunk-e üdvösséget ezek által, vagy nem. Mert hogyha mindenkinek megnézi Isten a cselekedeteit, akkor senki sem kaphat üdvösséget. Ugye? És hanem az a tétje az egésznek, hogy mekkora lesz a jutalom. Tehát a jutalomnak a mértéke. A fényesség. Tehát, hogy most te fekete lyuk leszel a mennybe, vagy fénylő hajnalcsillag. Értitek? Tehát vagy szupernova, vagy ilyen óriási, tehát ilyen csillag, amelyik kisugároz. Tehát annak az lesz a tétje, és nem az, hogy most bekerülsz a mennybe, vagy nem. Ha befogadtad az Urat a szívedbe, és oda szántad az életedet, hogy éljél az ige szerint, és amennyit tudsz, te megteszel, de igazából nem annak van üdvösséget jelentő cselekedete, az azt jelenti, hogy ugye azt mondja Pál apostol is, hogy ő vetette le az alapot. Tehát a Krisztus az alap. És amikor le van vetve az alap, azt mondja, utána mindenki nézze meg, hogy mit épít rá. Mert van, aki éghető anyagokat épít rá az alapra, van, aki pedig tűzálló dolgokat. De azt mondja, hogy a végén mindenkinek az tűzzel kell találkozni, és mindenki tűzön fog átmenni. De azt mondja, hogy akinek le fog égni az egész háza, annak az meg fog menekülni, úgy, mintha tűzön átment volna. Tehát az alap az megmarad, de az ember az kikerül, az itt, tehát nem a kározatba fog bemenni az ember. Nem jó? Tehát, hogy a Krisztus az alapja az életednek, akkor neked nem azon kell végigizgulnod az életedet, tehát nem arról kell szólni az életednek, hogy végigizgulod, most van-e üdvösségem? Nincs. Amikor látod, hogy mit teszel, akkor azt mondod, nincs üdvösségem. És akkor izgulsz, hogy na most mi lesz? Elkározok, vagy nem? Csak addig ne jöjjön vissza Jézus, ameddig helyre nem állok. Aztán, amikor helyreáll az ember, akkor meg eltelik büszkeséggel, eltölti, hogy ő már tud olyat cselekedni, amitől nem kározik el. Ettől viszont bukás jön, mert aki felhúvalkodik, az meg elesik. Tehát ennek rögtön utána megtapasztalzem, és talán megint azt látja, hogy jé, hát ilyen vagyok. És akkor megint magába száll, megint, tehát ilyen hullámvölgyön keresztül megy az ember előre, és azt gondolja, hogy ez a keresztény élet. Miközben ebből az egészből kiváltott az Úr, ez az egésznek már semmi, tehát most üdvösség szempontjából, tehát persze én azt mondom, hogy ha te akarod az Urat, tehát hogy életvitelszerűen nem élsz bűnben, hanem életvitelszerűen az Úrral jársz, akkor érted, ez nem kérdés az üdvösség az embernek. Azt mondja, ugye János apostol, hogy azt tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, azt nem tudjuk, hogy mik leszünk. És akkor itt ugye megijed az ember, hogy húha, akkor még nem dőlt el. De hát eldőlt, mert hogyha használhatod Jézusnak a nevét, akkor eldőlt. Mert olyan emberek hogy használnák Jézusnak a nevét, akik elkároznak? És ha te használod Jézusnak a nevét, odaadta az Úr az ő nevét, hogy használd, azt nyilván nem a elkározott embereknek, vagy gehennába kerülő embereknek adja oda az Úr az ő nevét, hogy használja. Nem? És akkor mondja egy másik ember, az meg mondja, hogy de hát megvan írva, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor sok gyümölcsöt teremtek, és ugye a gyümölcsötök megmaradt, tehát innen látszik, hogy örök élete van az embernek. Tehát, hogy kell, hogy cselekedje a beszédet, meg benne kell, hogy maradjon a beszéd, mert hogyha nem cselekszi meg, nem marad benne a beszéd. És akkor mondtam neki, hogy de hát már az, hogy ezt az igét idézted, azt mutatja, hogy benned van a beszéd. Tehát akarsz jönni gyülekezetbe, akarsz változni, akkor meg mi a baj? Hát, hogy mondjuk nincs összhangban az igével a cselekedete, vagy nem minden cselekedete van össze. Akkor várjál, hát még a gyerek se tud mindig járni, hanem van, amikor elesik, akkor fel kell, és akkor majd járja az útját, és megtanul az Úr útján járni. Tehát ennyi az egész. Nem jó?
ha csak ennyi lenne, mi? Az a sok magasság az emberben, meg erősség, az viszont akadályozza ennek a megértését. Ugye itt azt mondja, hogyha már idéztem a korintusi levélből a fundamentumot, nézzétek meg csak egy fordítást, hogy hogyan építsd a házadat, és akkor megérted, hogy hogy van, tehát például egy ilyen fordításban. Azt mondja, vagy másik hasonlattal, olyanok vagytok, mint egy ház, amelynek Isten a tulajdonosa. Mint bölcs építőmester, én alapoztam meg ezt a házat, ahogy Isten erre képessé tett. A további építést azonban már mindenkinek magának kell végeznie. Jól vigyázzatok, hogyan és mit fogtok erre az alapra építeni. Igen, a ház alapja már készen van. Jézus Krisztus, ez az alap. Más alapot senki sem készíthet. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amihez különböző anyagokat használhat fel. Aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát vagy szalmát. Hogy milyen anyagból épített, az az ítélet napján fog kiderülni. Mert az a nap tűzzel jön el, tehát ítélet lesz, és azt mondja, az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor az az ember jutalmat kap. De ha elég a háza, veszteséget szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő házból a tűzön keresztül mentettek ki. Tehát magyarán nem marad vagyona, de ő maga megmarad. Tehát az ő életét meg tudta menteni, de igazából semmi más nem maradt meg. Senki nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szelleme lakik bennetek? Ha valaki rombolja és pusztítja Isten templomát, az Isten is el fogja pusztítani azt. Mert Isten temploma szent, és ti vagytok ez a templom. Senki ne csapja be magát. Ha valaki közületek azt gondolja, hogy a jelenlegi világ szerint bölcsnek számít, inkább legyen bolondá, hogy valóban bölcs lehessen. Miért? Mert ennek a világnak a bölcsessége Isten szemében bolondság. Ahogyan az írás is mondja, Isten a saját ravasságukkal ejti csapdába a bölcseket. Ez óriási, mert ugyanezt csinálta a sátánnal is Isten, hogy ugye felfúvalkodott, és a saját csapdájába vitte bele az ördögöt. És azt mondja, hogy másutt az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai semmit nem érnek. Azért senki ne dicsekedjen emberekkel, hiszen minden a tiétek, Pál is, Apollós is, Kéfás is, a világ is, az élet is, a halál is, a jelen meg a jövendő is. Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené. Szerintem nagyon, nagyon jó fordítás, de más, tehát máshol is. De igazából amiből tehát akartam ezt mondani, tehát az igaznak kívánsága csak jó. Látod, a szellemedből, ami kívánság jön, az csak jó. Lehet, hogy ami a testednek a kívánsága, az biztos, hogy nem jó. A lelkednek nem minden kívánsága jó, de ami a szellemed, mert a szellemed az abszolút igaz. Nem a tested az igaz, nem a lelked az igaz, hanem a szellemed az igaz. És ugye elhangzott egy olyan szombaton, amire jól teszitek, ha odafigyeltek, hogy a hitünknek a célja a lelkünk üdvössége. Tehát magyarán azt, amit itt élünk a földön, és itt gyakoroljuk a hitünket a földön, ennek a célja, a hitünknek a célja, az a lelkünknek az üdvözítése, a megszabadítása és a megváltásba való bejuttatása. Tehát neked ezzel kell foglalkoznod a földi életedben. Nem a szellemeddel, vagyis hát persze kell a szellemünkkel is foglalkozni, de a fő lényege azt mondja, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hitemet megharcoltam, befutottam a hitnek a pályáját. Mit mondott ezzel? Máshol azt mondja, a hitünknek a célja a lelkünk üdvözítése. Mit mondott ezzel?
hogy a lelkét bejuttatta az üdvösség állapotába. Tehát ő úgy hagyta el ezt a földi pályát, hogy a lelkét, az érzelmeit, az akaratát, az értelmét, az elméjét igazából bejuttatta az üdvösség állapotába. És utána már nem volt számára kérdés a testnek a föltámadása, a testének a föltámadása. Én ezt kívánom nektek, hogy Isten adjon kijelentést, világosságot, fényt ezzel kapcsolatban az elmétekbe, hogy a léleknek az üdvözítése az nem magától fog létrejönni, azt neked kell, meg nekem kell a saját lelkemet, neked a te lelkedet bevinned az üdvösség állapotába. És hogyha ezt megteszed, akkor jutsz el, akkor a hited, mert a hited igazából, a valójában a hited, az nem a vágyaidnak a tárgyára kell, hogy irányuljon. Mert sok keresztény úgy gyakorolja a hitét, hogy amikor beteg, akkor gyakorolja a hitét, hogy meggyógyuljon. Ha szegény, akkor gyakorolja a hitét, hogy bővölködő életet éljen. Abba gyakorolja az ember a hitét, hogy megváltozzon az élete. Tehát valamilyen javakra tudjon szert tenni. Vagy materiális, vagy immateriális javakra tudjon szert tenni. De hát emberek, Pál apostol nem erről beszél. Pál apostol arról beszél, hogy a hitünknek a célja, tehát azért hiszünk, a hitünknek az alapja, a hitünknek a leglényegesebb része az az, hogy bejuttassuk a lelkünket az üdvösség állapotába. Ez a célja. Értitek? Akkor át kell gondolnunk, hogy mire irányítjuk a hitünket. Milyen tárgyat rakunk a hitünk elé, mit teszünk oda a hitünk céltáblájához, mit akarunk elérni. És azt kell elérnünk, hogy az a lélek, amit a szüleinktől kaptunk, mert az a szüleinktől kaptuk. Tehát a te lelk, a tested génekben hordozza a szüleidnek a génjeit. A lelked természetében hordozza a szüleidnek a természetét. Akár 4 generációs vonalban is. Tehát ez lehet a nagyszülő, ükszülő, dédszülő. Tehát hordozhatod azt a természetet. Ez a lelked. Tehát a lelkedben ott lehet a nagymamád. Ott lehet nagypapád. Tehát természetében ott lehet. Az nem, hogy mondjam, tehát az, a lelked az nem egy ilyen tiszta, tehát a mennyből lejött a lelked, és akkor az a te lelked. És abban nincs befolyással semmi. Hanem arra, a lelkedre nagyon is befolyással vannak a szüleid, sőt, ugyanazt hordozhatod. Tehát most nem a személyt mondom, mint személyiség és ént, hanem mint lelket, tehát érzelmek, gondolatok, értelem. Tehát ezért van az, hogy akinek mondjuk anyukája depressziós, akkor ő is depressziósra hajlamos tud lenni. Mert a lelke az ugyanúgy működik, ahogy a testében is genetikailag hordozza a szüleinek az adottságát, ugyanígy a lelke is hordozza a szüleinek az adottságát. Egyedül bennünk a szellemünk az, ami egy vadonatúj rész, egy teljesen új. És nekünk az a hitünknek a célja, hogy a lelkünket kihozzuk a generációknak a karmaiból, értitek? A generációknak a sorsából, és Krisztusnak a lelke, tehát pszichéje jelenjen meg, a Krisztusnak a vére jöjjön az életünkbe, és Krisztusnak a vérét hordozzuk, és ezáltal új lélek jöjjön bennünk létre. Új természet jöjjön bennünk létre. És ezért az lesz a következmény a testünknek is, hogy a testünknek a genetikáját a feltámadás meg fogja változtatni. Tehát a mennyben nincsenek majd olyanok, hogy neked az unokád is. Tehát érted? Tehát ott megszűnik a vérségi kapcsolat a mennybe. Tehát egyedüli kapcsolat, ami megmarad a mennybe, az egyik az, hogy az Úrral való kapcsolatod, a másik meg a házastársaddal való kapcsolatod. Mert a vér nem fogja örökölni
Tehát a régi lélek az nem fogja örökölni a mennyet. A hús nem örökli a mennyet. A gének, a DNS-ek nem öröklik a mennyet. Hanem ezek nem kerülnek be a mennybe, ezek nem kerülnek a megdicsülés közé, hanem egy teljesen vadi új lélekkel leszünk ott. Tehát mi leszünk, csak egy teljesen vadi új lélekkel. Vannak érdekes dolgok, tehát, de a lélek az olyan, hogy ezt ne csapd be magadat, mert a lelked az nem egyedi. Mert megnyilvánul benne apád, és anyád is megnyilvánul a lélekben. Hát vedd észre magadat. Szerintem nem mondtam újat. Nem tudod azt mondani, hogy erre a lelki, tehát vagy érzelemre, vagy gondolkozásra, vagy hozzáállásra, törekvésre nem hasonlítasz a szüleidre. Abban nem hasonlítasz, hogyha az Úrtól veszed a kijelentést, változás indul be a természetedbe, az viszont nem fog hasonlítani. De a többi az hasonlít addig. De viszont nekünk a hitünknek a célja az, hogy ez ne hasonlítson. Tehát az igazaknak kívánsága csak jó. Na most látod, ilyet mondok ebből az igen részből. Tehát a szellemünknek van megigazultsága, és ez a megigazultságban a kívánsága az jó. Tehát a szellemedből jó kívánság tud jönni. A testedből nem, a lelkedből nem mindig. Akkor igen, hogyha szellemivé válik, tehát a lelked, akkor jó tud lenni, jó kívánságai tudnak lenni, de amúgy nem tudnak jó kívánságai lenni. Tehát ne hagyatkozz a lelked kívánságára. Az istentelenek várakozása pedig harag. Tehát amikor pedig az embernek a várakozásba, emberek, figyeljetek, amikor az ígéretek, ugye beszéltünk arról, hogy azt hiszem szombaton, vagy az előtti héten, hogy amikor van az ígéret elhangzása és megvalósulása között egy várakozási idő. És azt mondja itt az ige, hogy ezt a várakozási időt el lehet tölteni haraggal. Tehát, hogy haragszol az Istenre, mert nem adja meg az ígéretet. De hát azt mondja itt, hogy akkor istentelen embernek számítasz be, mert az istentelenek haragszanak, amíg várakoznak. Tehát neked türelemmel és örömmel kell várakoznod, amíg megvalósítja Isten az ígéretet. Amen. Na nézzük a hitnek a tulajdonságait. A másik, tehát most a fejlődő hitről fogok beszélni, tehát óriási dolog van a hittel kapcsolatban. Ugyanis az egész világot Isten a beszédével teremtette. Amit látsz, ez minden, amit látsz, az a ős alapja, az ős oka egy nem látható dolog, az ige. És azt mondja Isten igéje, hogy most is Isten az egész világ mindenséget az ő beszédének, az erejének a beszédével, tehát a dinamiszának a beszédével, rémájával tartja fönt. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor Isten azt mondta, hogy ugye úgy kezdődik el a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez azt jelenti, hogy amikor kezdetben arról van szó, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet, azt Isten az ő igéjével teremtette meg. És utána gondold el, hogy amikor látta azt, hogy sötétség van, és ez nem tetszett Istennek, akkor azt mondta, hogy, tehát most egy kicsit megfordítom a szavakat, azt mondta Isten, világosság, legyél. És ahogy ezt kimondta, a szavával, tehát az, hogy világosság, létrejött a világosság.
És utána, amikor azt mondta, hogy legyen mennyezet, ég legyen a föld, tehát a földön levő vizek, és tehát szétválasztani akarta a vizeket, akkor ezt is a szavával hozta létre. Sőt, hogy az embert is a saját szavával hozta létre, és azt mondta, hogy teremtsünk embert. Sőt, az Isten képűségünket, az embernek az Isten képűségét, és az Istenhez való hasonlatosságát is Isten az igéjével hozta létre. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy ő szólt, és mi emberek az ő szava miatt vagyunk. És van egy része Istennél, amit konkrétan alkotással valósít meg, de mielőtt alkotna, ő először szól. Tehát magyarán olyan, mintha a hitnek a beszédét mondaná, Isten pedig a hitnek a cselekedetét teszi meg utána. Tehát amit kimondott, utána azt megcselekszi. Tehát a hit, ami benne van hit, azt mondta ki a szájával, és amit kimondott a szájával, utána azt elkezdi tevőlegesen csinálni. Tehát magyarán a hitnek a cselekedetét azt Isten találta ki. Ezt ő csinálta. Ezt igazából mi is, mi, hogy Istenhez vagyunk hasonlóak, ezért tehát mi is így vesszük át, így hozzuk létre a dolgokat, és így teremtünk úgymond mi is dolgokat. Először megtervezzük, kimondjuk és megalkotjuk, tehát amit szeretnénk csinálni. És ha megfigyeled, akkor az ördög is a beszédével tévesztette meg az Évát, a beszédével fordította meg Istennek a szavát, és a beszédével hozott létre egy olyan valóságot, ami már nem volt az embernek a része. Mit értek ez alatt? Hogy a valóság az volt, hogy ott volt két fa, ott volt a jónak és a gonosz tudásának a fája, és a valóság, az akkori valóság, ahogy Isten megalkotta Ádámot és Évát, nem jelentett nekik különösebb gondot az a fa. De amikor az ördög beszélt hozzájuk, egy változást látsz meg az Évában. Az ördöggel való beszélgetés után egy olyan valóság jött létre az Évában, hogy amikor ránézett arra a fára, akkor azt jónak találta, kívánatosnak találta. Értitek? Tehát megindított benne egy olyan érzelemvilágot, olyan képzeteket, olyan érzeteket indított el az ördögnek a beszéde, amelyek valóságosan létrehozták benne, tehát érezhetővé tették a vágyait, ami már nem a valóságnak, az igazi valóságnak a része volt az, hanem az már a hazugság vált érezhetővé, érthetővé, érezhetővé és megtapasztalhatóvá a bensejében az Évának. Értitek? De ez egy nagyon érdekes, hogy beszéddel létre lehet hozni a valóságonak a közlését is, illetve beszéddel létre lehet hozni a hazugságot is, és az a megdöbbentő, hogy megtapasztalhatóvá lehet tenni a hazugságot beszéd által. Ugye ez a megdöbbentő akkor, amikor ilyen propaganda szövegek vannak, és eltűnnek azok az emberek a képről, akiken keresztül bejön a propaganda, például ugye itt a náci Németországra gondolok, ugye amikor Göbbelszék eltűntek, akkor nagyon sok ember nézett, hogy most ők hogy voltak képesek beenni ezt az egészet. És úgy éltek, az hatotta át a gondolkozásukat, az hatotta át az értelmüket, mindent az hatott át. És amikor eltűntek ezek az emberek, akkor történt a kijózanodás, hogy igazából mit csináltak. És ez megdöbbentő, hogy ilyen ereje tud lenni a hazugságnak. De igazából az igazságnak is ilyen ereje tud lenni. Tehát amikor szóljuk az igazságot, akkor az igazság is, hiszen mi is
Úgy tértünk meg, úgy kezdődött el az életünknek a megváltozása, hogy valaki elmondta nekünk az igazságot, valaki szólta nekünk az evangéliumot, aztán hallgattunk arra, valahogy Isten megnyitotta az értelmünket, hallgattunk arra az emberre, és aztán elkezdett létrejönni annak a valóságnak a megtapasztalása. És ezért mondja azt az Isten igéje, hogy mi elhittük és megismertük az igazságot. Tehát először hinni kell az igazságba, és utána lehet megtapasztalni az igazságot. Jó? Tehát ez így működik. Na de most vissza, tehát ugye, hogy miért mondtam azt, hogy óriási jelentősége van a hitnek, ugyanis az az óriási jelentősége, hogy mindezt, amit látsz, ez a világ, ez igazából valahogy úgy van megalkotva az anyag, hogy mi, ahogy felfogjuk empirikusan ezt az anyagot, tehát megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé az anyag, valahogy úgy válik a tudatunk számára, hogy valójában egy szellemi dolog hozta létre ezt az egészet, és szellemi dolog áll emögött, az pedig az Isten igéje. Magyarán, amikor Isten azt mondja, hogy egy kulcsot ad a kezedbe, igazából a sikerednek a kulcsa az Istennek az igéje. Az, hogy hiszel az Isten igéjébe, és azzal meg tudod változtatni ezt a világot. Először is a te világodat tudod megváltoztatni, és utána pedig ez ki tud hatni az egész környezetedre, és hogyha elég sokan vagyunk, akkor magára a társadalomra is ki tud hatni, és meg lehet változtatni. Nagyon nagy hatást lehet tenni, és ezért mondta Jézus, hogy igazából a tanítványoknak olyan kulcs van a kezében, hogy hegyen épített várossá tudnak válni egy adott területen. Szerintem ennek óriási jelentősége van. Tehát magyarán a mi gondolkozásunkkal tudjuk korlátozni Istent, és a mi gondolkozásunkkal tudjuk szabadon engedni az Istennek a tevékenységét, és meg tud valósulni az Istennek a tökéletes terve az életünkbe. És ezt gondold el, hogy ez tőled függ, ez nem Istentől függ. Ez tőled függ most már. Ez nem Istentől függ, még csak nem is az ördögtől függ. Emberek, hogyha az ördög olyan erős lett volna, de már én nem kételkedek az ördögnek a hatalmán. Tehát én, és ezzel nem is akarok ilyen illúziót kelteni senkiben, hogy na az ördög az ilyen, tehát jelentéktelen, nagyon is jelentős az ördög. De vedd észre, hogy Isten igéje arra hívja fel a figyelmet, hogy az ördög ravasságával van a problémánk. Értitek? Tehát mi nem közvetlenül úgy az ördöggel küzdünk, hogy neked, amikor a hitedet gyakorod, akkor neked az ördögöt úgy kell legyőzni, vagy az ördögöt úgy kell legyőznöd, hogy neki mész az ördögnek, és kész. Hanem az Éva is a ravasságával találkozott. Sőt, az Ádám még csak az ördöggel se találkozott. Gondold el, úgy tudta az ördög véghez vinni az egészet, hogy még Éva se találkozott az ördöggel igazából, ő csak egy kígyóval, egy beszélő kígyóval találkozott, és Ádám se találkozott az ördöggel, hanem Ádám az Évával találkozott. És ebből meg tudott valósulni, hogy az ördögnek a terve és buktatása, tehát az embernek az elbuktatása meg tudott valósulni ettől. Egyedül Jézus Krisztus találkozott az ördöggel. Hát az emberiség történelmében. Tehát valószínűleg te se fogsz találkozni vele. Így a személyes. Tehát nem kell attól félned, hogy kopogtatnak az ajtódon. hanem látod, de viszont az lehet, hogy egy másik teremtményen keresztül, tehát emberen keresztül, nézd meg, hogy Jézus is, például Péter szólt neki, és nem, tehát ő az ördöggel úgy találkozott ott, hogy a Péternek a beszédén keresztül találkozott az ördöggel. Tehát magyarán ebből azt mondom neked, hogy az ördög ravasz,
ő nem úgy fog, neki nincs is valószínűleg megengedve, hogy csak úgy oda jöjjön hozzád, és tehát csinálja a dolgokat, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy de viszont az megvan, tehát ő neki arra van képessége, hogy használ embereket, használja a te gondolataidat, használja a te érzéseidet, használja a te szándékaidat, körülményeket tud használni, akár még természetet is tud használni, és azon keresztül befolyásolni akar téged, hogy olyan dolgokra és következtetésre jussál, ami az ő akaratának megfelelően valósulnak meg dolgok. Értitek a taktikát? Tehát magyarán benned hozza létre, tehát benned hoz létre egy olyan törekvést, amivel te önként és dalolva, szabad akaratodból valósítod meg azt, amit az ördög akar. Megdöbbentő, nem? Értek? Tehát ő nem úgy jön hozzád, hogy rátelepszik, és elborítja az agyadat, és akkor érted, hogy csináld meg ezt és ezt, és akkor addig nyomul, meg mindent csinál, hogy végül kénytelen vagy megcsinálni, hanem azt te adod át magadat. Vagy egy rés keletkezett, tehát például Júdásról azt lehet látni, hogy ő mondjuk szeretett lopni. Érted? És ő úgy nyitotta meg, az nem úgy volt, hogy végig lelkismeret furdalása volt, hogy jaj, mennyit loptam már el Jézusnak a kasszájából. Érted? És akkor mindig ment Jézushoz, hogy már megint elloptam, mert úgy érzem, hogy kell, hogy lopjak. Ez nem így, tehát értitek? Neki volt vágya rá. Ő be volt rá állva. Most úgy tudnánk mondani mostani szóval, hogy rá volt kattanva. Tehát ő azt akarta csinálni, sőt, ő ezt nem is akarta abba hagyni. Értitek? Tehát ő maga nyitotta ki az ajtót az ördögnek, és utána ki volt a gyenge pont, a leggyengébb láncszem a tanítványok között. Érted? Tehát a Júdás volt a leggyengébb láncszem, és azon keresztül kezdte el az ördög megvalósítani a tervét. Tehát, hogy ki akarta iktatni Jézust. Értitek? Hogy, tehát ő nem olyan, hogy ahogy mondtam nektek szombaton, hogy ő ilyen nagy szörnyetekként jelenik meg, és keresztül gázol rajtad, hogy te mindenképpen megvalósítsd azt, amit ő akar. Ha te ellen, azt olvasok az igében, ha te ellenállsz az ördögnek, elfut tőled. Na most akkor mekkora hatalma van? Mondom, de ha te úgy, ahogyan vagy most, ellenállsz az ördögnek, elfut tőled az ördög. Hát most vagy igaz az ige, vagy nem igaz. Ha azt mondja, hogy ellenállsz és elfut, akkor mekkora az ördög? De ő viszont beetett gondolataidat, érzelmeidet, sorsodat, tervezi a dolgokat, és te ezzel azonosulsz ezekkel, és igazából te magad vagy a legnagyobb, tehát kiszolgálója annak, hogy az ördögnek a terve valósuljon meg. Aztán utána oda jössz hozzám a Isten tisztelet végén, és mondod, hogy imádkozzak ezért. De először neked kell ellenállnod az ördögnek. Tehát én úgy tudok csak érted imádkozni, hogyha először te ellenállsz az ördögnek. Hogy tudnánk úgy imádkozni, hogy te nem is állsz ellen az ördögnek, kiszolgálod az ördögöt, és annál jössz védelemért, hogy imádkozzak, hogy ne legyen az ördögnek helye az életedbe, vagy a sorsodba. Hát ha te magad nyitod meg neki az ajtót, akkor hogy lehetne imádkozni azért, hogy be legyen zárva? Hát azt te döntöd el, az a te döntésed, hogy ki mellett teszed le a voksodat. De azt mondja az Isten ige,
Ha ellenállsz, nem pásztoroknak írja a levelet, vagy csak felkent szolgálati ember, ajándékoknak, csak ők tudnak ellenállni az ördögnek. Ott minden kereszténynek szól az a levél. És képzeld el, te neked is. És te, aki magadat, nem tudom, hogy nyilván az ördög szempontjából látod magad, hogyha magadat leírod, akkor és úgy állsz hozzá magadhoz, az az ördögnek, azt már tud meg, beetted már az ördögnek a cselét. Azt azért, ő azért tudta azt bevinni, mert így nem fogsz neki ellenállni, mert te úgy fogod látni magadat, hogy te, ki vagy te, hogy ellenálljál az ördögnek. És már be is etted a csalit. És már az ördög szabadon tevékenykedhet az életedbe, mert te magadat, érted, mert téged, tehát saját magaddal szembefordított, elidegenített magadtól, identitásodat megzavarta, és ez pont elég ahhoz, hogy ne tudjad azt, hogyha ellenállsz az ördögnek, elfut tőled. És ezért nem állsz ellen az ördög, mert nem tudod, hogy te, ha ellenállnál, akkor elfutna tőled. Mert te úgy látod magad, én tőlem? Hát én nem is, én senki vagyok. Dehogy vagy senki, Krisztusban te egy új teremtés vagy. És ettől a teremtéstől retteg az ördög. Tehát óriási dolgokat adott át nekünk az Atya. És ezért beszélek erről, hogy ilyen fény ragyogásokkal, vagy egy ilyen tehát beragyogja a sötétséget, az igének a fénye, hogy vedd észre, te más vagy már. És most ne azt nézzük, hogy mert most ugye, tehát most a de jur de facto alapján most ne azt nézzük, hogy most a konkrét cselekedetet, mert ezt tudatosítsd, hogy ki vagy te, aztán megváltozik a cselekedet. Ha tisztába kerülsz a joggal, akkor a cselekedeteit is, de te is összhangba tudod hozni a törvénnyel. De ha nem ismered a törvényt, mit mond Isten igéje? Tudatlanság miatt elveszik az én népem. Tehát miért pusztul Istennek a népe? Azt mondja, a tudatlanság miatt. Ha van tudás, akkor van változás. Ha nincs tudás, ha tudatlanság van, akkor olyan cselekedeteket fogsz tenni, amivel, tehát a vesztedet okozod. Ezért jó ezeket ismerni, jó ezeket tudni, jó ezekkel tisztában lenni, mert meg tudsz változni, hogyha felfogod, hogy ki vagy te valójában. Úgyhogy én már alig várom, hogy ott tartsunk, hogy Krisztusban, tehát majd az Isten tiszteleteken ott tartsunk, hogy Krisztusban, de addig még egy csomó minden van a megváltással kapcsolatban. És jól letenni az alapokat, jól megalapozódni, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy megváltás. Tudjuk azt, hogy mit jelent, hogy bűnbocsánat. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy... Mert én azt látom, hogy 15-20 éves keresztények sincsenek tisztába, hogy mit jelent az, hogy megváltás. És mit jelent az, hogy bűnbocsánat, és mit jelent az, hogy üdvösség az nem a mi cselekedeteinkből van. Emberek, nekünk nincs tehát mi nem tudunk olyan cselekedeteket tenni, amitől üdvözülnénk. Tehát érted, ezt nem tudunk ilyet csinálni. És innentől kezdve nem tudsz a cselekedeteidre építve tehát bekerülni a mennybe. Én ezzel nem azt mondtam, hogy a törvény cselekedeteit ne tedd, hanem a törvény cselekedeteire azért van szükség, hogy a társadalomban egy jobb világot hozzunk létre. Tehát most test szerint egy jobb világ alakuljon ki. De nem a törvény cselekedeteiből kapod meg az üdvösséget, hanem hit
által kapod meg az üdvösséget. A hited üdvözít tégedet. Ugye ezt mondta Pál apostol is a Filippi börtönönek. Higgy, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Látod, ilyen hatása van a te hitednek, hogy még ez a gyerekeidre is ráárad, a férjedre is ráárad, a hitetlen házastársadra is ráárad. Nem azt mondja Pál apostol, hogy rámegy a... De ugye te meg azt mondod, hogy hú, de hát nagyobb az, aki benne van, mint aki bennem van. Tehát nem nagyobb. Jó, tudom, hogy tehát tudod a fejedbe az igét, de mégis a gyakorlatban úgy éled az életedet, mint ha hinnéd, hogy nagyobb az, aki benne van. Miközben nagyobb az, aki benned van. Nagyobb hatása van annak, aki belül van benned, mint aki a házastársadban van, hitetlen házastársadban. Nem jó? Nagyon nagy hatásunk tud lenni. Csak ugye, ha ebbe is beakadályoz ennek a hitében is az ördög, akkor nem fogod gyakorolni. És amit nem gyakorolsz hitben, az nem fog megvalósulni. Nagyon egyszerűen működik. Magyarán mi vagyunk a korlátai saját magunknak. Nem Isten korlátoz bennünket. Nem Isten teszi bele magát, tehát korlátozza önmagát. Hanem arról van szó, hogy mi korlátozzuk Istent a mi életünkbe, és utána ki vagyunk akadva Istenre, hogy miért nem csinálja azt, amit megígért, hogy csinál. Az, mert mi vagyunk a korlátok. Mi hozzuk létre a korlátokat. Az egyik biblia fordítás, amikor a Zsoltárok könyvében az van, hogy megszomorították az ő szentségének a szellemét, vagy egyik prófétánál, azt hiszem, lehet, hogy Ézsaiás prófétánál van, hogy az Izrael fiairól beszél a pusztában, hogy megszomorították az ő szentségének a szellemét. Az eredetiben úgy is le lehet fordítani, hogy ők maguk korlátozták az ő szellemének, tehát az ő szentségének a szellemét, vagy Izrael szentjét. Tehát ők maguk korlátozták le Istent. Tehát ők a pusztában sokkal nagyobb dolgokat is megtapasztalhattak volna. De ők maguk akadályozták meg, hogy Isten beleavatkozzon az életükbe, mert korlátok közé szorították Istent. Tehát mi vagyunk azok, akik korlátozni tudjuk Istent? Nem fogod korlátozni? Na menjünk akkor rá a hitre. Először is, ugye a mérhetőség szempontjából beszéljünk a hitről. Van olyan, hogy kicsiny hit. A Máté 6-hoz, hogyha lapoztok. Máté 6:30-31. Mitől tud kicsi lenni a hited? Tehát magyarán, a hit az nem egy statikus, tehát az, hogy beáll egy szintre, és akkor az lesz a hited. És akkor mindig úgy növekszik, hanem a hited le tud csökkenni, meg tud növekedni a hited. Ugye olvasunk olyat, hogy a tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy Mester, növeld a mi hitünket. De Jézus beszélt arról például itt, hogy le lehet csökkenteni a hitedet. Tehát, hogyha rendelkeztél tavaly valamekkora hitmértékkel, most létezhet, hogyha te mondjuk aggodalmaskodsz, akkor lemegy a hitednek a mértéke, és kicsi lesz a hited. Például, ugye a Máté 6:30-ban azt mondja Isten igéje, hogy ha pedig a mezőnek a füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább-e titeket, ti kicsiny hitűek. Tehát azt mondja itt Jézus nekik, amikor elkezdi magyarázni, hogy Istennek a gondviselését, elkezdi magyarázni a tanítványoknak, azt mondja nekik, hogy kicsi a hitetek. Kis hit van bennetek. És utána elmondja, hogy mi az a következő verszakban, ugye úgy kezdi el, ne aggodalmaskodjatok tehát.
akkor mi volt a kicsi hitnek az oka? Azt mondja Jézus, hogy az aggodalmaskodás. Eredetiben itt nyugtalanság is benne van. Tehát nyugtalanság is. Aggodalmaskodás. És mi az aggodalmaskodás? Hogy lehet látni a nyugtalanság, aggodalmaskodás? Hogy kérdéseket tesz fel az ember. Akkor hogy lesz? Akkor mit teszünk? Akkor mit iszunk? Akkor mivel ruházkodunk? Tehát tele van az ember kérdésekkel, és ez már bizonyítja, hogy a kicsi hit az inkább kérdez, mint az, hogy mond, beszél. Akiben van hit, az beszéli. Beszéli a hitnek a szavait, mondja ki. Akiben kicsi a hit, az nem a hitnek a szavait mondja, hanem kérdez. Tehát egy kérdés van benne, hogy miért?